Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, megjelent a Fejér megyei Szent György Kórház egyetemi oktatókórház történetéről szóló kötet, az elmúlt 30 év történéseit mutatja be, bemutatva mindazt, ami 1991-ben történt, Bucsi László az intézmény főigazgatójának szerkesztésében, hadd mutassam meg. Egy fantasztikus olvasmány. Tisztettel köszöntöm Bucsi Lászlót körünkben. Én is köszöntöm a szerkesztő urat és a kedves nézőket, és mindenképpen szeretném megköszönni az érdeklődést a Fejérvár Televízió részéről. Igen, hát ez számunkra egy rendkívül fontos kötet. Teszem hozzá már is, hogy természetesen a 100 az idei esztendő, illetve az elmúlt esztendőben volt ez a 30 éves évforduló, és az évforduló is a 120 éves is, hiszen 1901-ben jött létre a Szent György Kórház. Nos, hát ebben nagyon sok minden van, és azt hiszem, hogy érdemes olvasmány, mert fontos számunkra, hiszen megismerhetjük az intézmény menedzsmentjét, főigazgatóit, Szabolcs Istvántól egészen napjainkig, igazgatóit, helyettes igazgatókat, orvosigazgatókat, az ápolókat, mindenkit. Tehát fontos számunkra. Megmutatja az emberi oldalát is természetesen. Nos, erről fogunk beszélgetni. Először is honnét jött a gondolat, hiszen nyilvánvaló volt, hogy ezt a 30 évet, ezt külön kell kezelni bizonyos értelemben, hiszen ez egy nagyon fontos. Viszont menjünk egy kicsit vissza az időben, hiszen 1901-et írtunk, amikor a Szent György Kórház, mint közkórház létrejöhetett. Igen, Csalai Kégli György álmodta meg, és tulajdonképpen finanszírozta a kórház alapítását. És ha az eredeti kérdés, hogy milyen ötlet alapján, az előző ápolási igazgatónk, Szabó Bakos Zoltánné mondta nekem még 2020 végén, hogy jó lenne megírni a 120 éves évfordulóra az utolsó 30 évet, ugyanis 91-ig megvolt a történet. Ezt már korábban megírták, és ezt a 30 évet kellett volna összeszedni. Ugye itt a Covid indult, csúcsára hágott, és emellett kellett itt az erőket összeszedni, és ezt a 30 évet megszerkeszteni. Tehát köszönet Szabó Bakos Zoltánnénak. Először arra gondoltam, hogy ez nagyon nehéz vállalkozás lesz itt a nagyon sok feladat mellett, de aztán úgy gondoltam, hogy mégis megcsináljuk, és összehívtam 2021. február évelején igen a csapatot, ugyanis minden, gyakorlatilag minden fejezetet más írt, ugye osztályokat, osztályvezetők, mindenkinek kiadtuk a feladatot. Ez gyakorlatilag május-június elejére össze is jött. Ez volt a nagyobbik része. A könyvtáros hölgyeknek köszönhetően nagyon szépen nyomdakészre rendeztük, és tulajdonképpen nyáron megkezdődtek a lektori munkák. Nyomdába került szeptember közepe vége fele, és három hónap alatt, december 10-én 5000 példányban. Nos, ön így fogalmazott az előszóban, hogy mivel 2021-ben kórházunk alapításának 120. évfordulóját ünnepeljük, az aktuális járványhelyzettől függetlenítve magunkat, úgy gondoltuk, hogy dacolva a világjárvánnyal, a könyv megjelentetésével méltó módon próbálunk emlékezni, tényeket, eredményeket, gondolatokat rögzíteni. Nos, hát ez így is történt. Én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk rá. Érdekes olvasmány. Hogy alakult ki a szerkesztési folyamat? Hiszen ez nagyon-nagyon fontos, hiszen 30 év emberöltönyi távlat. Kezdjük talán azzal, hogy ahogy a bevezetőmben is említettem, hogy először bemutatta az orvosigazgatók szakmai pályafutását. Igen, az a helyzet, hogy némi kis tapasztalatom volt szerkesztéssel kapcsolatban. A világkongresszusra, a 2021-es ortopédtrauma világkongresszusra angol nyelven szerkesztettem a magyar ortopédia történetét, és meg kell mondjam, hogy a mankó az onnan származik. Tehát az arcképcsarnok, az egyes osztályok történetei, azok az alapötlet az onnan származik. És úgy gondoltam, hogy nem csak a kórházi dolgozóknak, és itt talán elmondanám azt, hogyha civil lakosságot városba, megyébe érdekli, van könyvünk, a könyvtárban, könyvtáros hölgyek segítségével hozzá lehet jutni. Tehát gondoltam, hogy nagyon érdekes lesz az, hogy mivel utolsó 30 évről van szó, az összes főigazgatót, orvosigazgatót, ápolási gazdaságigazgatókat, helyetteseiket
bemutatjuk, életrajz, portré, kép is ott van mellette, és utána pedig az osztályok történetét. Ugye egy megyében lévő, remélhetőleg minél kevesebb betegként, minél kevesebb városi megyei lakossal találkozunk, de ebben a könyvben az egyes osztályoknak a profilja is megvannak. Hogy fejlődött a 30 év alatt, és milyen, melyik osztály részleg, centrum esetleg világszínvonalon működik. Ebből a könyvből a sorok között az is olvasható, hogy van nem egy olyan osztályunk, centrumunk a kórházon belül, ami bizony világszínvonalon működik, világszínvonalú vezetőik vannak az osztályoknak. Tehát hasznos olyan szempontból is, hogyha esetleg szükség lesz ránk, akkor hogy tudjuk szolgálni az embereket. Igen, hát kivételesen fontos, a menedzsment szervezeti kultúrája, illetve felépítése nyilvánvaló, hiszen azért a köznapi ember óhatatlanul is általában betegként tekint a kórházra, tehát érdemes elolvasni. Amikor elkezdték a szerkesztést, akkor mennyire nyomott latban, amit az imént is mondott, hogy jó néhány olyan, nagyon is jól tudjuk mi is, olyan osztály van, ahol európai szintű képzés, illetve gyógyítás folyik. Tehát itt gondolok itt, hogy kiemelten olyan gyógyítási kultúra valósult meg, ami 30 esztendővel ezelőtt minden bizonnyal elképzelhetetlen volt. Igen, hát a szerkesztésnél igazából nem ennek alapján, nem ezek voltak az alapvető szempontok. A honlapunkon szerepelnek az osztályok, és az osztályvezetőket a honlap gyakorlatilag egy ABC sorrendben van a honlapon is, tehát az osztályok bemutatása egy ABC sorrendben történik. Soha nem szeretek úgy kiemelni osztályokat, részleget, centrumokat, hogy annak alapján rangsorolnék, akkor abból csak sértődés van. Itt az olvasás során olvasó eldöntheti azt, hogy kit tart világszínvonalonnak, illetve ki az, akire gondolja, hogy mi méltán büszkék vagyunk. Ez a könyvből kiderül, de én ezt így nem emeltem ki, és nem tettem oda megjegyzést, hogy melyik világszínvonalon, melyik esetleg nem annyira. Viszont fontos, hogy bekerültek azok a vidéki bázisok is, gondolok itt Csákvárra, Enyingre, Morra és Sárbogádra, amelyek fontos szerepet játszanak a Szent György Kórház életében. Így van, Csernavölgyi István főigazgató igazgatása alatt 2013-tól megtörtént a megyében az integráció. Ez, amiről most hallanak esetleg hírekbe a kedves nézők, hogy több kórházban most integrálják a városi kórházakat a megyei irányító intézmény alá, ennek nagy része megtörtént a megyében 2013-ban, és így Mór, Csákvár, Sárbogárd, Enying, ők mind a mi gyakorlatilag külső intézményeink, és ebben a könyvben természetesen szerepelnek. Kiemelt figyelmet érdemel a minőségirányítás története. Én azt gondolom, hogy ez fontos, ahogy az oktatás és a tudomány nem különben. Hiszen bár ahogy a bevezetőmben is elmondtam, és azt gondolom, hogy ez valóban így van, hogy a köznapi embert elsősorban az érdekli, hogy milyen a gyógyítás szintje, színvonala, hogy bátran fordulhat-e a kórházba, hát ez így van, ezt tudjuk, de azért egy kicsit, ha tovább lépünk, akkor azért van ok büszkeségre. Itt is ki kell emelnem egy korábbi főigazgatót, Szabó Lászlót, aki a minőségirányításnak a tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy a kórházunkban a megtestesítője volt, és azóta 3 évenként tanúsítják a kórházat, tehát egy ISO tanúsítványt kap minden 3 évben, ami azt hiszem nem kell magyarázni, hogy mit jelent. Oktatás és tudomány. Tehát ez oktatás, tudomány. Megint ki kell emelnem valakit, Izbégi professzor, aki a oktatás és tudományos igazgató helyettes. Ő írta ezt a fejezetet, és tulajdonképpen itt két kimagasló centrum, az egyik a transzláció, erről is már korábban beszéltünk, a transzlációs tanszék, illetve a mozgásszervi centrumon belül a külső ortopédiai tanszék, ami egy gyakorlatilag egyetemi szintű akkreditációt kapott, és most a mozgásszervi, amiben ugye én érintett vagyok, mint a korábbi mozgásszervi centrum vezetője, Covid miatt még igazából nem tudtuk megtölteni tartalommal, de hogy vége lesz ennek a szörnyűségnek, az is el fog indulni. De minden osztályon lehet olvasni a kezdeményezésekről, a PhD-s, most tegnap például szintén a transzláció része egy PhD-védés volt, tehát gyarapodnak a PhD-seink, több osztályról vesznek részt
a transzlációs centrumon keresztül, tanszéken keresztül PhD képzésbe vesznek részt, úgyhogy a kórház tudományos szempontból is szépen kezdi elérni azt a szintet, ami elvárt egy ilyen megyei irányító oktató kórháztól, mert tulajdonképpen két egyetemnek is oktató kórháza vagyunk, a Semmelweis Egyetemnek, itt ez a jelvény, meg ez a nyakkendő például a Semmelweis Egyetemnek azt jelenti, hogy oda tartozunk oktatókórház szempontjából, illetve a Pécsi Tudományegyetem a másik, ami például a Mozgásszervi Centrumnál a mozgásszervi ortopédiai külső tanszék, az pedig a Pécsi Egyetemnek, a Pécsi Ortopédiai Klinikának a külső ortopédiai tanszéke Fehérváron. Tehát két egyetemmel is vagyunk olyan kapcsolatban, hogy gyakorlatilag mehetünk fölfele, mint a rakéta. És ez nem ér réget, hiszen ez egy folyamat része. Ez megerősítést jelent egyébként önnek, illetve az ott dolgozó orvosoknak, ápolóknak, hogy van hova fejlődni még, és hogy ez a látványos fejlődés egyben számukra is előrelépési lehetőségeket jelent. Hogyne, ez egy egyetemhez tartozni. Én 20 évig dolgoztam a Semmelweis Egyetem ortopédiai klinikáján. Izbéki professzor, az oktatástudomány vezetője a Szegedi Egyetemen, a belgyógyászati klinikán dolgozott. Tehát Altorjai professzor, az Orvos Továbbképző Intézetből lett kinevezve. Tehát ezek az új utódom egy európai fellegvárból jött most a helyem, a mozgási centrum vezetésére. Tehát óriási távlatok nyílnak itt. Most hirtelen mondtam négyet, de többi helyen is, mivel kapcsolatban vagyunk az egyetemekkel, ez így, ahogy hallottuk, ez csodálatos jövőt jelenthet. És ez a rezidens képzés, a rezidensek jelentkezése szempontjából fontos, tehát jönnek a fiatalok, vonzzuk a fiatalokat, és egy kórház jövője az a fiataloknak a jelentkezésén múlik. Ha nem jön rezidens, nem jön fiatal, akkor szépen kiöregszik, korfa rossz irányba alakul, és vége van. Tehát a fiatalok a jövő. Igen, tehát Szeged, Pécs, Semmel, Szeged, Sote, Pécs, Sote, Budapest. Budapest, mindenhol. A struktúra is... Sőt, bocsánat, a tegnapi PhD-s hölgy az életrajzát, ugye a PhD védés előtt az életrajzokat felolvassák, most tudtam meg, a Debrecen Egyetemen végzett. Kisvárdai születésű, onnan került ide, és a belgyógyászati osztályon dolgozik, már 9-10 éve van itt, gyerekszülés mellett védte meg tegnap a PhD-ját. Tehát fantasztikusan négy egyetem hirtelen itt elhangzott. Pécs, igen. Szeged, Debrecen, Budapest. Ezúton is gratulálunk a hölgynek. Nos, viszont nem mehetünk el szó nélkül strukturális fejlesztések mellett sem, amit szintén tárgyal ez a kötet, mert hogy épül, szépül és tartalommal töltődik meg egyre inkább, tehát mindenféle értelemben európai a Szent György Egyetemi Oktatókórház. Ez is kiemelt figyelmet kap a kötetben természetesen. Nagyon fontosnak tartottam, ugyanis ugye én 20 éve vagyok ebben, 21. éve vagyok ebben a kórházban. A 30 éves történetnek az elejébe belenyúlt a hotelépület, az a 9 emeletes, fehérváriak megyeiek ismerik, épület, a szakrendelő is gyakorlatilag a 30 éves történet elejére tehető. Aztán a következő ütemben a Sergés úti bejáró, Sorompós bejárótól balra a gyerekgyógyászat, szülészetnőgyógyászat, ez Csingár főigazgató ideje alatt történt. C épület, belgyógyászati épületek felújítása, pszichiátria felújítása. Most megcsináltuk ugyanebben a gyerekszülészeti épületben az egynapos sebészetet, ami 40 milliós állami támogatással, 80 milliós alapítványi támogatással egy világszínvonalú egynapos sebészetet építettünk. És most a Modern Városok Program része, ez a megint a következő és ütem. És indul egy új ütem. Indul egy új ütem, a infektológia, pulmonológia, onkológia új épületet kap. Tehát egy abszolút minden igényt kielégítő, gyakorlatilag vezető megyei kórház. Egyébként Dunántúl egyik legnagyobb kórháza, és az összes országos összehasonlításban is a legnagyobbak közé tartozik, és biztosította a háttérünk, a háttér. És ez nagyon fontos egy kórháznál, hogy ne omladozó falak mellett a betegnek a bizalma rögtön más, hogyha egy modern épület. Nem beszélve a felszereléséről, a modern épületnek a technika, a műtőfelszereltsége gyakorlatilag európai szinten. Igen, hát ez tapasztalati tény.
Így van, én dolgoztam Angliában, éveket dolgoztam privát klinikán. Ugyanaz a mozgásszervi centrum ugyanazokkal a műszerekkel, protézisekkel, felszereltséggel dolgozik, mint az a manchesteri privát klinika, ahol én dolgoztam. Tehát semmi szégyelnivaló nincs, és ez a PR helye is lehetne, hogy csodálatos a fej. Ha elmennek Budapestre egy-két kórházba fehérvári betegek, láthatják, hogy micsoda különbség van a fehérvári kórház és némelyik budapesti intézmény között. Ezért is jó Fehérvárinak lenni. Nyilván betegnek nem jó, de a gyógyítás szempontjából feltétlenül. Nos, nem maradhatott ki a kötetből a koronavírus járvány elleni küzdelem. Az a rendkívül fontos szerep, amelyet hazánkban a Szent György Egyetemi Oktatókarház betöltött, és betölt jelenleg is, teszem hozzá. Reiber tanár, mindig kiemelek valakit, ugye a fejezetén mondtam, hogy én csak szerkesztettem, mondjuk némelyik fejezetet én is írtam, de az ömét azt szerkesztettem. Reiber tanár és új ápolási igazgató Nyakas Eszter kolléganőnkkel együtt írták a Covid elleni küzdelmet. Ez gyakorlatilag lezárult, mire a könyv az szeptemberben lezárult a szerkesztése, az előző Covid harcot mutatja be nagyon szemléletesen, grafikonnal, nagyon, nagyon olvasmányos és érdemes elolvasni a fejezetet, mert még mindig azt látom, hogy sokan nem tudják, hogy miről van szó, és elsősorban megint az oltatlanokat hozom elő, hogy nem tudják azt, hogy az oltatlanok milyen kárt okoznak egy egészségügyi intézménynek azzal, hogy egy adatot szerintem ezt megengedi mindenki, hogy elmondjam. Hétfőn, csütörtökön van Covid ülésünk. Hétfő óta 10 beteg meghalt, mind a 10 oltatlan volt. 10 oltatlan halt meg, és az összes energiánk arra megy, hogy az intenzív osztályos 85-90%-ban oltatlanok vannak, és oda kell összpontosítani az erőnket, és el kell vennünk onnan energiát, ahol tulajdonképpen szintén kellene az energia a városi ledolgozásokra, a normál betegellátásra. Hívjuk fel a figyelmet itt is arra, hogy tessék oltakozni. Igen, sajnos ebben is egyetértek önnek, hiszen ez magam is számtalan olyan székesfehérvárival találkozom, aki egész egyszerűen nem hajlandó. És hát ugye a megoldást pedig sem a kormányzat, de Európában, sőt a világon sem tudja ilyen értelemben senki. Nos, társadalmi tevékenységekről kell, hogy szó essék, hiszen ez is fontos szerephez jut a kórház életében. Gondolok itt elsősorban arra, hiszen olyan közéleti személyiségeket köszönhetünk a kórház dolgozói közül, akik óhatatlanul is fontos szerepet játszanak Székesfehérvár társadalmi életében. Igen, a kitüntetések, van egy ilyen fejezet, itt állami kitüntetések vannak felsorolva, megyei kitüntetések, városi kitüntetések, kórházi kitüntetések, és tulajdonképpen inkább azt mondanám, hogy a társadalmi szervek ismerték el a munkájukat azon, akik itt ki vannak tüntetve. Volt olyan osztályvezetőnk, aki egészségügyi miniszter lesz, ha ezekre irányul a kérdés, például Gógl Árpád miniszter úr, aki meghatározó személyiség volt, ugye ott a 30 éves történet elején a belgyógyászati osztály vezetőjeként, aztán Simon Kornél professzor szintén, akik társadalmi szerepvállalás miatt említendők, de inkább ugye Gógl Árpád miniszter úr. Nem tudom igazán, hogy... Igen, számunkra nagyon fontos, hogy ott itt vannak nekünk a Romhányi díjasok, a Batthyány Stratmann, a Verzsenyi díjasok, hiszen a kórház első főigazgatójára emlékezni ilyen értelemben is nagyon jó. Igen. Itt inkább azt mondanám, hogy hirtelen itt zavarba vagyok, mert egy-kettőt tudok mondani, aki orvosként társadalmi szerepet vállalt, inkább a társadalmi elismerés szervezetek, megye, város, állami szervek, ugye a tevékenységüket elismerték itt a kollégáknak, és ez több oldalat tesz ki szintén a társadalmi elismerések. És hát nem hiányozhat egy ilyen összefoglaló kötetből a mosoly sem. Ön úgy fogalmaz, hogy nevetni is tudni kell, ebben abszolút egyetértek önnel, hiszen egy olyan anekdóta gyűjtemény is színesíti ezt a kötetet, ami azt hiszem, hogy párját ritkítja. Jó egy kicsit nevetni? Ez az én ötletem volt, megmondom, honnan származik, ugye addig, amíg az osztályon dolgoztam, és onnan jártam ebédelni az ebédlőbe,
Azért az ebéd során kollégákkal azért nem csak ebédeltünk, hanem beszélgettünk is, és nagyon sok olyan történetet hallottam itt az elmúlt 20 év alatt, amit úgy éreztem, hogy nem szabad, hogy csak szájhagyomány útján terjedjen, ezt le kellene írni. És amikor könyv szóba került, én gondoltam arra, hogy legyen egy olyan fejezet, ahol ezek a történetek megjelennek, és ezt anekdota gyűjteménynek neveztem el. És minden osztályvezetőt, akit megkértem, szinte mindenki szolgált olyan történettel, amin lehet mosolyogni, és ez fontos. Ez nagyon-nagyon fontos. Annál is inkább, hiszen jönnek a következő hullámok, és ezzel kell, hogy befejezzük a beszélgetést, hogy keretbe zárjuk, hiszen továbbra is rendkívül fontos szerepet játszik, kulcs szerepet játszik a kórház a koronavírus elleni küzdelemben, hiszen jön a negyedik ütem, most már omikronnal vagyunk telve, ha úgy tetszik. Búcsúzunk ezzel, egy figyelemfelhívást tegyen, legyen kedves, hogy aki még nem oltatta be magát, illetve hogy mire ügyeljünk elsősorban a saját érdekünkben és a közérdekében. Utaltam rá, hogy a legfontosabb az oltás. Némely országok már bevezették az utcán is a maszk viselést, tehát a személyes védelem. És amit szintén bevezetett, Szingapurt konkrétan tudom, hogy bevezette, hogy az oltatlanok, ha kórházba kerültek intenzív osztályra, kifizethetik velük a költséget. Tehát ez olyan üzenet, hogy oltakozni kell. Tehát a kormányunk ingyen rendelkezésre bocsátja azt a bődületes, azt az anyagi áldozatot meghozza, hogy ingyen kapja mindenki, és akkor nem élünk vele. És ugyanakkor terheljük az egészségügyi ellátórendszert, mert még egyszer mondom, 85-90%-a oltatlan, ahogy mondtam, az elmúlt napokban halottak. Mindegyik oltatlan volt, és ha ezt nem megy át, ezt nem értik meg, akkor nem tudok mit mondani. Több üzenetem nincs. Bízunk benne, hogy megértik embertársaink a saját és a nagy közös érdekünkből is. Nos, én köszönöm önnek, és természetesen ajánljuk mindenkinek ezt a kötetet, mert érdemes elolvasni, tehát a kórház könyvtárában hozzájuthatnak. Igen, akkor elmondanám még azt, ha van időnk. 3000 dolgozónk megkapta. Most még a nyugdíjas klub, tehát akik még hál' Istennek életben vannak és a kórházban dolgoztak, és a nyugdíjas klub tagjai, nekik ajándékba szintén adjuk, már kimentek a körlevelek, e-mailek. A szenyor orvos klub, szintén van nagyon sok idős orvos kollégánk, akik hát tömörülnek ebbe. Egyébként a Altorjai András kollégánk által patronált szenyor orvosok klubja is szerepel a könyvbe, tehát ők is megkapják, a kórus tagjai megkapják, és még egyszer mondom, a város és a megye lakója bejönnek a kórház könyvtárába, könyvtáros hölgyek rendelkezésükre bocsátják, addig, amíg van a könyveinkből. Ennek azért van egy kis, tehát a civileknek egy alapítványi támogatás, egy csekket adunk, és alapítványi támogatásra adjuk, tehát nem ajándékba. Értem. Az összes, akit előtte mondtam ajándék, az összes többi civil lakosság részére egy szerényebb alapítványi támogatása az ára a könyvnek. Ez természetes. Önnek köszönöm, omikronmentes napokat, heteket, hónapokat kívánok önnek és a kórház valamennyi dolgozójának. Köszönöm, hogy megtisztelt bennünket. Ugyanezt kívánom én is mindenkinek, minden állampolgárnak, és köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, bemutattuk azt a könyvet ebben a beszélgetésben, amely az elmúlt 30 esztendőt dolgozza fel a Szent György Egyetemi Oktatókórház életéből, és ahogy hallhatták az intézmény, Bucsi László intézményvezetőtől, főigazgatótól, hogy a könyvhöz természetesen hozzájuthatnak önök is a kórház könyvtárában. Tegyék meg, érdemes elolvasni. Én pedig köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!